Könnyekkel a szemében hallgatta végig a magyar himnusz Triscsó Krisztina az állampolgársági eskütétel alkalmával. A Fehérvár kézilabdaklub átlövője 9 éve játszik hazánkban, és a mai naptól magyar állampolgárnak mondhatja magát. Kiemelkedők azok az egyéniségek, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a sport lehessen egy húzó és fontos ágazata ennek a városnak. Többek között ezekkel a szavakkal köszöntötte és gratulált Cserpalkovics András polgármester Triscsó Krisztinának az ünnepélyes ceremónián. A magyar válogatottban már egy nyári, nem hivatalos tornán bemutatkozó átlövő nagyon örül, hiszen mostantól hivatalos találkozón is képviselheti a magyar színeket, akár a decemberi szerbiai kontinens tornán. Nagyon már régóta vártam, és most boldog vagyok nagyon. Hát én remélem is minden fogok tenni, hogy tudok segíteni a válogatottnak. Vetési Iván a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke szerint a női válogatott mindenképpen erősödhet az átlövő honosításával. Ez egy teljesen természetes lépés volt. A kézilabdában szerencsére nem volt jellemző ez a fajta elvándorlás. Én azt gondolom, hogy a legjobb, akit mindig helyet találtak, ez egy csapatjáték, tehát itt többen is elférnek a pályán. Az ünnepélyes eskütételen jelen volt a magyar válogatott szövetségi kapitánya Karl-Erik Böhn is, aki elmondta, számít a fehérvári játékosra jövőben. Én is nagyon vártam már ezt a napot. Kijelentettem, hogy amennyiben nem lesz beteg vagy sérült, akkor tagja lesz a Szerbiába utazó keretnek. Ő azon játékosok egyike, akikre szükségem lesz az Európa-bajnokságon. Triscsó Krisztina EB-n való szereplése elől minden akadály elhárult. Most már csak a pályán kell továbbra is olyan teljesítmény nyújtania, amivel valóban ott lehet a parketten december 4-én Újvidéken a Magyarország-Horvátország összecsapáson.